gyásznap. Beszédekkel, ökumenikus szertartással és koszorúzással emlékeztek Szombathely 74 évvel ezelőtti bombázására a város több pontján. Virágút, dísznövényárusok, színpadi fellépők és önkéntesek jelentkezését várják az idei Herényi kiállításra és vásárra, a felhívásokat ismertették. Természet. Ismertté tenni a növény- és állatfajokat, felhívni a figyelmet a veszélyeztetett egyedek védelmére, ez a célja az év élőlénye szavazásoknak, amelyekről előadást tartottak. Ez a Szombathely Televízió híradója, a műsorvezető Pesenhoffer György. Jó estét kívánok! A szombathelyi bombázásra emlékezett hétfőn a város a Ferences templomnál és az egyetem Berzsenyi téri épületénél. 74 évvel ezelőtt több száz ember meghalt az angol száz szőnyegbombázásban. 1945. március 4-én a városra 127 repülőgép szórta a bombát. Alig több mint negyed óra alatt több mint 400-an haltak meg, több ezer sérültről számoltak be a híradások. Az elhunytak mellett a letarolt városrészekről, a felbecsülhetetlen károkról is szó esett a gyásznapon, amelyen a város és a megye vezetői is részt vettek. A Tököli utcai megemlékezésen ökumenikus szertartás zajlott a történelmi egyházak képviselőivel. Jakab Bálint református lelkész a statisztikai adatokat emelte ki, percenként több mint 20 ember vesztette életét a szőnyegbombázásban. A katolikusok szerint a béke a legfontosabb. Amikor szavaitokkal békét hirdettek, szívetekben is legyen béke, mindenkinek békességre, jóságra és egyetértésre kell jutni a ti szelítségetek által. Ezt követően koszorút helyeztek el a Vas megyei kormányhivatal, a megyei önkormányzat, Szombathely önkormányzata és a Proszavária Egyesület képviselői a Ferences templomnál, az Assisi Szent Ferenc kollégium falán lévő domborműnél. Az emlékezők ezt követően átvonultak az Elte Szavária Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületéhez, ahol a Vasi Szemle főszerkesztője Gyurács Ferenc azt mondta, hogy az emlékezés azért is fontos, mert közösségépítő és összetartó ereje van. Hogy aktuális áthallásai is vannak ennek, hiszen a közösség megőrzése, a kulturális önazonosságnak a megőrzése védelmet jelenthet a mai világban, amikor más erős identitású, erős közösségi tudatú kultúrák ostromolják az európai kultúrát. Itt a megye és a város koszorúzását követően az emlékezet lángjával rótták le tiszteletüket a megjelentek a szőnyegbombázás áldozatai előtt. Megjelentek a civil felhívások az idei Herényi virágúthoz kapcsolódóan. Ezt jelentette be a sajtónak a házigazda egyesület titkára. Kiállítókat, önkéntes munkatársakat, fellépőket várnak. 17-szer szervezik meg a kétnapos virág- és dísznövénykertészeti kiállítás és vásárt a Herényi városrészen, idén április 27-én és 28-án. A részletes program még nem ismert, de a felhívásokat ma közzétették. A www.herényivirágút.hu internetes oldalon többek között árusításra keresnek résztvevőket. Ehhez nem csak a részvételi szabályzatot, hanem a jelentkezési lapot is megjelentették. Ezen kívül más közlemények is felkerültek a weblapra. A kertépítő verseny, ami az ovisoknak szól, aztán az önkéntes felhívás, iskolai közösségi szolgálatos diákokat is várunk, aztán várunk itt repülőket a rendezvényre, valamint itt vagyunk a civil sajtó reggelin, és civil kavalkádot is hirdetünk. Várjuk a kitelepülni vágyó civil szervezeteket, akik interaktív programokat kínálnak majd a virágúton, valamint utcazenészeket is várunk a rendezvényre, és ez a sok-sok felhívás ez a weboldalunkon olvasható. Havasi cincér, vörös szárnyú keszeg, bronzos vargánya. A 2019-es év élőlényeiről szervezett előadóülést az Akadémia Vas megyei Tudományos Testülete és a Szavária Múzeum. Az érdeklődők 8 állat- és növényfajról hallhattak, amelyekre különleges figyelem irányul ebben az esztendőben.
40 éve választ a Madártani Egyesület évmadarát. 2011 óta a természetkedvelők szavazhatnak az interneten 3-3 jelöltre. A későbbiekben mások is csatlakoztak hozzá. Most már több éve rovart, halat, emlőst, hüllőt, gombát, vadvirágot, fát is választanak. A kampány célja, hogy széles körben ismertté tegye az egyes fajokat, felhívja a figyelmet környezetünk és a veszélyeztetett élőlények védelmére. Ténylegesen eléri azt a célját, hogy egy-két fajon keresztül egy kicsit az állatvilág más csoportjára is ráirányítsuk a figyelmet, az emberek érdeklődjenek, utána nézzenek, olvasgassanak, még ha neten akkor is, de egy kicsit talán ezzel is hozzájárunk, hogy formálódik a gondolatvilág, az életmód, és egy picit hozzájárul ez is, hogy megvédjük a körülöttünk lévő élővilágot. Az előadóülés résztvevőit Fodor István tankerületi igazgató köszöntötte, aki elmondta, elsősorban a fiatal korosztály körében kell a természet tiszteletét és szeretetét megszilárdítani. 2019-ben az évmadara a sekélyvizek környékén fészkelő gólyatöcs, az évemlőse a rejtőzködő életet élő európai hiúz, az évrovara a színpompás havasi cincér, az év kétéltője a fokozottan védett foltos szalamandra, míg az évhala a vörös szárnyú keszeg lett. Az ember által nagyon régóta hasznosított, kedvelt halfajról van szó. Sokan ismerik, sokan szeretik, egyszerűen szépsége is egy forrás ennek a szeretetnek, illetve ahogy sokan megfogalmazzák, hogy a horgászoknak az első lépést ahhoz, hogy a vízpart szerelmesei legyenek, egy piros szárnyú, úgymond zsákmányolása teremti meg. A sajmegyet választották az év fájává, a magyar zergevirágot az év vadvirágává, míg a bronzos vargányát az év gombájává. Gázvezeték csere miatt 3 hónapig nem lehet parkolni a Mesevár óvoda előtt. Civil adomány az Aranyhídnak. Grafikai tervezőversenyt hirdet az Egyházmegye. Első alkalommal szerveztek palacsinta futást a Brenner iskolában. Rövid hírekkel folytatjuk. Gázvezeték rekonstrukció kezdődik a Gagarin utcában a Mesevár óvoda előtti szakaszon. A munkálatok a tervek szerint ezen a héten elindulnak és május végén fejeződnek be. A kivitelezés ideje alatt forgalomkorlátozásra és parkolási tilalomra kell számítani. A környéken lakókat értesítette a gázszolgáltató, a fákon pedig tájékoztatót helyeztek el. Jótékony célra ajánlotta fel a civil bál bevételét a szombathelyi civil kerekasztal. Február 23-án tartották a mulatságot közel 140 vendéggel. A tombola jegyekből 60 ezer forint jött össze, amit a szervezet az Aranyhíd Intézmény Napház Alapítványának juttatott. Az adományt Kőszegfalviné Pajor Klára elnök, Havasi László alelnök és Bődi Lívia titkár adta át. Az összeget kültéri mozgásfejlesztő eszközökre költik majd. Applikáció grafikai tervező versenyt hirdet a Szombathelyi Egyházmegye. Egy új telefonos alkalmazást indítanak, amelynek segítségével közvetlenül a papokkal lehet kapcsolatba lépni, csetelni lehet velük és kérdezni lehet tőlük. A paplikáció grafikai hátterének és ikonjának megtervezéséhez pályázatot írtak ki 14 év feletti fiataloknak és felnőtteknek. Jelentkezni március 31-ig lehet a szombathelyi.egyházmegye@gmail.com e-mail címen. Serpenyő, kötény, kendő és persze palacsinta. Ezek voltak a mai játékos futóverseny kellékei a Brenner iskolában. 19 csapat vállalkozott rá, hogy próbára teszi gyorsaságát és ügyességét. Az angol száz országokban húshagyó kedden hagyományosan palacsintát sütnek, mert a bőjt kezdetéig minden állati eredetű terméket, tejet, vajat, zsírt fel kell használni. A legenda szerint a futás pedig egy angol házi asszonyhoz kötődik, aki palacsinta sütés közben döbbent rá, hogy elfelejtett misére menni, és serpenyővel a kezében rohant a templomba. A versenyt a 6-osok és a 10-esek nyerték. Éttermi utalványt kaptak jutalmul, amiből közösen palacsintázhatnak. Hamisítatlan falusi ízek, kemencében sült finomságok várták az érdeklődőket a lukácsházi pincés kemencés böllérversenyen. Szombaton 13 település mérte össze tudását a győztesnek járó vendégserlegért. A ma bölléreknek és minden sütő, főző, jófajta népnek versenyt megtartsák, immáron 6. alkalommal. Ezzel kezdődött az idei pincés kemencés böllérverseny. Ezt követően Majtényi László, a Vasmegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a résztvevőket. Először is a elismerésemet szeretném kifejezni azoknak, akik
5 éve, 6 éve ezt megálmodták, és azoknak, akik 5 éve, most már 6. alkalommal megvalósítják itt a Csömötei hegyen ezt a rendezvényt. Készül a májas hurka, sülnek a kolbászok. A sok disznóság mellett a pálinka is elmaradhatatlan kelléke az eseménynek, ezúttal szökőkútból kínálták. Az esős idő ellenére nagy volt az érdeklődés, Szombathelyről is sokan érkeztek. Már sokadik alkalommal megjelentünk, és szerettünk mindenféle finom disznóságot megkóstolni. Évről évre minél komolyabb a felhozatal. És... A csikkozmási sátorban készülnek a székelyföldi ételek, töltik a fokhagymás kolbászokat, készül az orjaleves. A Lukácsházi standnál is nagy volt a forgalom. Mi gondoltunk azokra is, akik már egy picit esetleg unják a húst, úgyhogy nálunk vannak vegetáriánus ételek is, különféle zöldségkrémek, és süteményből is elég széles a kínálat nálunk. A települések csapatainál nem csak a szaktudást értékelte a zsűri. Ebédre elvárások van, ugye orjaleves kell készíteni, véres hurka, májas hurka, akkor, és a kemencés ételt, ugye ez egy kemencés fesztivál, és emiatt a kemencés ételt külön zsűrizik, tehát az egészen felül. Pontozzák a tisztaságot, a kedvességet, a felhozatalt, a jókedvet, mindent. A térségi böllérversenyt idén Gyöngyösfalu nyerte, a külön díjat Kőszegváros érdemelte ki. Kifejezetten jó kezdés után 80-75 arányú vereséget szenvedett a Falkó Vulcano Energia KC élvonalbeli férfi kosárlabda csapata Székesfehérváron. A szombathelyi gárda a fiaskó ellenére is maradt a tabella negyedik helyén. A Magyar Kupa 8-as döntője, valamint a válogatott világbajnoki selejtezői miatt közel egy hónapos szünet után folytatódott az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság. A tabella negyedik helyen álló Falkó a 20. fordulóban lejátszott mérkőzésen Székesfehérvárra látogatott. Az örök rivális Alba ellen kifejezetten jól kezdett a vasi alakulat, az 5. percben már 15-7-re vezettek a sárga-feketék, akik nem sokkal később már több mint 10 pontos előnyt tudhattak magukénak. Az első negyed hajrájában viszont jött pár hazai tripla, melyekkel 24-22-re zárkoztak fel Lóránték. A második etap elején pedig a vezetést is sikerült átvenniük a fehérváriaknak. Elhúzni viszont ekkor még nem tudtak, így a nagyszünetben csupán 45-44-es állást mutatott a tábla. Térfércserét követően egy ideig egál körül alakult az eredmény, ám a harmadik felvonás végjátékában robbantottak a fehérváriak, és ennek köszönhetően az utolsó negyednek már 65-56-os vezetésről futhattak neki. Ebből a jelentősnek mondható előnyből pedig 5 pontot meg is tudtak tartani, így 80-75 arányban megnyerték a találkozót. Szerintem egy jó mérkőzést játszottunk, gratulálok az Albának, nüanszokon múlt a győzelem. Úgy érzem, hogy próbáltunk mindent kiadni magunkból, de nagyon rosszul dobtunk. 27% volt a 3 pontosunk, és nagyon sokat kijátszottunk üresre, amik nem mentek be. A Falkó csapata veresége ellenére is maradt a tabella negyedik helyén. A szombathelyek legközelebb pénteken 18 órakor lépnek pályára, mégpedig a Pécsi VSK otthonában. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! We'll be right back.